Bagdi Emőke neve ma Magyarországon egyet jelent a pszichológiával, azzal a tudománnyal, ami a lélek betegségeivel foglalkozik. A szemléletet, ami szerint a lelki gondok és a testi betegségek egymással kapcsolatban állnak, már tudományosan is igazolták. A pszichológussal többek közt erről is beszélgettünk. A medicina előretörése, amikor a tudományos felfedezések a természettudomány primátusát, előtérbe állítását hozták, valóban háttérbe szorították azt a korábbi orvosi szemléletet, amely ugyancsak az egész embert szemlélte a betegségében, a szenvedő lényt a maga a betegségével együtt. Tehát ezért nagyon ragaszkodnék ahhoz, hogy maradjunk a saját kultúrkörünkben, és azt a szellemi kincset próbáljuk meg előtérbe állítani, ami itt van, ami szellemi közelünkben. Tehát mi a pszichoszomatikus gyógyítás? Most már pszichoszomatoszociális és spirituális gyógyításról beszélünk, hisz az ember biológiai, pszichológiai, szellemi lény és társas lény és spirituális lény. És ez, hogy ilyen összetett az ember, és így képez egy egységet, azt is jelenti, hogy ilyen rendszer szemléletben az ember teljes valóságát kell szemlélnünk, amikor arról beszélünk, hogy betegség. Az egészség, szándékosan tagoltam, az egészség elvesztése, a harmónia, az egyensúly megbomlása, minden betegség egy olyan kiáltó üzenet, hogy valami baj van az egzisztenciával, a nagy egész egyensúlya bomlott meg, és ez különféle módon, úton, módon juthat kifejezésre. Valójában a betegség és a betegség tünetek a szervezetnek, a testnek a panaszai, de a test az az önvalónk, önmagunk, amelyben lakunk, de ez a test saját magunk vagyunk. És amikor a test az egyensúlytalanság hordozója, akkor nyilvánvaló, hogy nem lehet csak a betegséggel foglalkozni, hanem akkor meg kell nézni az egész egzisztencia helyzetét, mi által állt elő az egyensúlyvesztés. Ennyit a holisztikus gyógyításról, de az, amiről ma én az előadásomat tartom, valójában egy olyan fajta rendszer szemléletű megközelítés, ahol azt fogom mintegy a hallgatósággal együtt végigjárni azt a szellemi utat, hogy a rendszer szemlélet értelmében hogyan lehet, hogy egy pszichológiai természetű probléma, zavar, életgond, fájdalom, veszteség, kín olyan módon jelenik meg, hogy a test kezd el panaszkodni, és a test beszél. Nem mondhatom el senkinek? Elmondom hát mindenkinek, amikor a test kifejezi, mikor a test panaszkodik a saját nyelvén kifejezési útján, mondja el, hogy mi a baj. És hogy ma már azt is tudjuk, hogy ezek az áttételek hogyan történnek, hiszen azt mondhatom, hogy a pszichoszomatikus szemlélet mindig is birkózott azzal a gondolattal, hogy hol történik az a rejtélyes ugrás a lelki rendszerből a testibe, hol vannak azok a közvetítő idegrendszeri folyamatok, amik az átkapcsolást viszik. Még amikor én egyetemre jártam, a pszichoszomatika tanárunk azt mondta, Nobel-díjat fog kapni, aki a nagy ugrást megfejti, hogy történik az átközvetítődés. És ma már egy Candice Pert nevű szerző biokémiai szintekig, rendszer szintekig igazolta, hogy egy pszichológiai természetű behatás, és főleg érzelmi természetű, valami olyan, ami érzelmi, indulati életünket érinti, hogyan válik érzelem molekulák közvetítésével sejtszintű válasszá a szervezetben. A lelki rendszer és a testi folyamatok kapcsolata tehát mára igazolt tény. Joggal tesszük fel tehát a kérdést, hogy tényleg a lelkünkben, az érzelmeink közt kutassunk-e, ha megbetegszünk. De mi történik ilyenkor? Hogy jutunk el például odáig, hogy akár infarktust kapjunk? Amikor minket olyan típusú, olyan féle érzelmek, indulatok lepnek el, mint az ellenségesség. Az ellenségességnek, de minden érzelemnek is van egy bizonyos, úgy nevezi a szaknyelv, hogy ligandja, ez peptidek, fehérje természetű anyagok és hormonok egyvelege. Képzeljük el, hogy egy ilyen minden érzelemnek van egy különféle koktélja, különféle kémiai összetételű anyaga. Amikor minket az adott behatás ér, és az idegrendszer rögtön eldönti, hogy fontos ez nekünk,
nekem, vagy nem fontos, és ezen belül, ha fontos, akkor jó nekem, vagy nem jó, tudok arra a helyzetre mit reagálni, mit tudok csinálni, van egy indulat bennem, most akkor ezt hogy reagáljam le, hogy eldönti a lélekben, ugye idegrendszeri folyamatok, hogy most akkor ez nagyon fontos, de nem tudok mit csinálni, mert következményes, ha mondjuk indulatomban neki megyek a másiknak, elmenekülni se tudok a helyzetből. És azt mondja az ősi stressztörvény, üss vagy fuss, de nem tudunk se elfutni, se ütni nem tudunk, mert nem szabad, nem lehet következményes, és akkor beszorulunk. És a beszorult tehetetlenség distressz állapota olyan stresszhormonokkal lepi el a szervezetet, és olyan fajta ilyen ligándokkal, érzelem koktéllal, aminek és minden érzelemnek is, de ennek is, az indulatnak is megvan a kedvenc szervi fogadóhelye. Na mit gondolunk, hogy hova áramlanak ezek a megbetegítő hormonok? Hát a szívkoszorú erekhez. Ezeket összehúzzák, az összehúzott erek nem tudják vérrel ellátni a szívet, ez történik egyszer-kétszer, aztán sokszor is sajnos, és akkor elhal az a terület a szívben, amelyik nem kap megfelelő vérellátást. Hát így csináljuk mi az infarktust ilyen közvetítő úton, hogy tudnilik a tehetetlenség, beszorultság, az indulat, a milyen jó szó az indulok valahova, indulat, hogy el akar indulni, valaki ellen akar hatni, de nem tud megnyilvánulni, akkor mintegy az ember önmagára csapja vissza, és saját magát olyan állapotba hozza szervileg, hogy maga a szerv az, ami ebbe az indulatba károsodik. És hát mindenfajta szervi megbetegedésnél azt vizsgálja a tudomány, hogy mik azok a közvetítő ilyen ligandok és ilyen érzelem koktél, ami az adott szervhez, mint kiválasztott szervhez áramolva, ott különösen mondjuk nagyon magas arányban települ meg, mert az volna a normál működés, hogy jön az a bizonyos érzelem vagy indulat koktél, befogadja a sejt, földolgozza, és akkor átéljük az adott érzelmet, és mikor a sejtbe bekerül ez a hormon, vagy ez a ligand, akkor önt el minket az érzés, úgy is szoktuk mondani, elönt az érzés. Valóban, elönt minket az érzelem hormon, elönt az érzés. És ezek a közvetítő folyamatok, ezek mind ma már nagyon jól követhetők. Például kiderítette így a tudomány, és ez valóban a magatartás tudomány, pszichoszomatika, egyáltalán a tudományos kutatás eredménye, hogy elénk állította ezt a helyzetet, hogy tudjuk, hogy például, ha én hordozok egy olyan nagyon nehéz élményt, emléket, hogy valaki nagyon megbántott, és valahogy le kellett nyelnem ennek a sérelmét, lenyelni valamit, hát vagy egyáltalán el kellett szenvednem úgy, hogy nagyon bántott, és hosszasan bántott, és nincs földolgozva, hanem tulajdonképpen ezt nevezi a pszichológia elfojtásnak, amikor egy adott érzelemmel nem tudok megbirkózni, és hogy szenvedek tőle, és aztán valahogy muszáj mégis tovább élnem, és akkor áthelyezem, áttolom, így is mondjuk, hogy áttolom, abba a tartományba, ami a nem felidézhető, tehát elfojtás, szelektív felejtésnek is nevezi a pszichológia. Na most el tudom felejteni a dologra gondolást, de a feszültségét nem tudom elfelejteni, azt a test elhordozza, a feszültséget meg bepakolom a testbe. Akinek esetleg Jack Nicholson meglehetősen egyedidű kezelési módszere nem válna be, az számtalan más módszerrel próbálkozhat. A megbocsátás nélküli olyan állapotok, amiben vagy én valakit nagyon megsértettem, és szánom bánom, nagyon sajnálom, de nem tudom magam föloldozni, fölmenteni, és nem dolgoztam föl ezt az egész helyzetet, és így tulajdonképpen az elfojtás révén olyan módon tettem be a süllyesztőbe, hogy megbetegítő tényezőként hordom magamban, vagy engem megbántottak például, és elhagytak, vesztesnek hagytak, különböző dolgok lehetnek, ami más ember által bennem okozott ilyen sérelem, harag, neheztelés, és ezek, ha nincsenek földolgozva, akkor mint erre Candice Spert, a test-elme új elméletének a kidolgozója, biokémiai kísérletekkel mutatott rá, akkor ezek az érzelemnek megfelelő, vagy az állapotnak megfelelő hormonok a sejtben nem tudnak földolgozódni, hanem a sejthártyára lerakódva egy olyan réteget képeznek, ami akadályozza a sejt normális működését, mert hogy a sejt memóriája az a sejt hártyán helyezkedik el, és hogy ott szellőzködő folyamatok, normál anyagcsere folyamatok zajlanak, ozmózis, ugye, behatolás és bizonyos belső nyomások mentén a kiürülése a sejtnek.
Ezek azok a folyamatok, amik teljesen természetesek, normálisak, de ha lerokódások vannak, akkor a sejt ezt a normál funkciót nem tudja bonyolítani, és ennek következtében aztán az adott szervterület megbetegedhet. Így bizonyos daganatos betegségeknél ezt az összefüggést annyira igazolta a tudomány, hogy ezért például az Egyesült Államokban megbocsátás intézetek, forgiveness, tehát megbocsátás intézetek jöttek létre, hogy a szekularizált világban, ahol már nincs ilyen vallás, szertartás, aminek révén megbocsátás vagy vezeklés előállna, és így a lélek azt a nyugalmat megkapná, hogy jól van, megtörtént, de jóvá tetted, föloldozást vagy idézőjelben bűnbocsánatot kap valaki azáltal, hogy valóban megtörténik az a lelki megtisztulás, aminek révén ezek a lelki megtisztulását, ez egy szimbólum, ha belegondolunk, mert hát hol van a lélek? A lélek vonatkozó érzéseinek az emlékei le vannak rakódva a sejthártyára, a sejtmemória formájában. És hát azt is tudjuk, hogy nagyon különös, ugye holográfikus memória működik, azaz minden sejtünk, mindent nem csak sejt, hanem tud a nagy egészről. Tehát hiába vannak meg az agyban azok a helyek, hogy ahol alapvetően az emlékeknek a tára van, a fogalmi emlékeknek a tára a hipokampuszban, az érzelmi emlékeknek a tára, amigdala és társult részeiben, meg gyírus cinguliban, ahol például egy olyan nagy rész, ahol az átkapcsolás megtörténik az érzelmi folyamatoknak a testbe, és a testből a reakcióknak a tudati szférába való átkerülése zajlik, az átkapcsolás például. Hogy a lényeg mégiscsak az, és ez az, amit a tisztelt nézőknek nagyon jól meg kellene érteni, és mindannyiunknak, akik felelősek vagyunk a saját testi, lelki és kapcsolati egészségünkért, hogy azt a fajta szellőztetését a léleknek, azt a takarítását a léleknek mindenképpen el kell érnünk valamilyen úton, módon, és ez a mentál higiéni, mentális tisztálkodás, egészség, hogy mi azokat a kémiai anyagok formájában lerakódott kártékony indulatokat, haragokat, nehezteléseket, megbántottságokat föl tudjuk hozni. Hát hogy tudjuk fölhozni? Ugyanolyan úton, ahogy bekerült, hogy az az út, ahogy eltemetésre került, kinyitható, és az emlékezés folyosóján keresztül el is mondható, egymással megosztható. Ez csak egyetlen egy csatorna, de számos lehetőségünk van. Egy csatorna a legnyilvánvalóbb, az elmondás alatt mindazoknak az érzelmeknek a felszínre hozatala, amiket így elfolytottam, nem hordozok haragot. Különben is a Biblia is mondja, ne menjen le a nap a te haragoddal. Ahogyan meg tudjuk betegíteni magunkat, úgy meg is gyógyulhatunk. A sejtjeink emlékeznek ugyanis minden velünk történt eseményre. Az elfojtott düh, indulat vagy fájdalom később testi tünetként jelentkezhet, ha nem teszünk ellene. Bagdi Emőke üzenete azonban itt még nem ért véget. Jövő héten megtudhatják, hogyan segíthetik a gyógyulást az álmok, vagy akár a művészetek is. Tartsanak velünk akkor is!